Fehér Anna Ditta, építőművész mesterszakos hallgató, emellett pedig már 5 éve a Himaláján tölt önkéntesként hónapokat, a helyieknek házakat építenek, fenntartható életmódra tanítják őket, valamint angol tudásukat is gyarapítják. Pannival mindjárt beszélgettünk, de előbb nézzük meg, hogy milyen a hangulat az indiai hegyekben. Ahogy már említettem, Fehér Anna Ditta a vendégünk itt a stúdióban. Szia, szia! Szia! Sziasztok! Hát szerintem Anna nevében is mondhatom, hogy teljesen lenyűgöztek minket a képsorok, amiket az előbb láttunk, de azon gondolkodtam, hogy annyi hely van a világon, ahol önkéntesekre van szükség, miért pont ide jársz vissza már 5. éve? Hát egyrésztről ugye van egy nagyon erős magyar kapcsolódási pont Kőrösi Csoma Sándor személyében, illetve hát a személyes kötődésem, vagy a személyes érdeklődési köröm is ide költ, építőművésznek tanulok, és a Csoma szobája akkor éppen hirdetett olyan programot, amiben én ki tudtam teljesedni, vagy amiben én meg tudtam találni azt, ami nagyon érdekel, és hát a buddhista kultúrának és a 4000 méteres hegyeknek azért nehezen lehet ellenállni. Hol van ez pontosan? Észak-India, Zangla, Ladakh tartománynak egy nagyon kis pici faluja. Hogyan kell elképzelnünk ezt a milliót, ugye hát a tájakat, ezt láttuk a fotográfiákon, de a társadalmat, az embereket? Igen, hát ugye ez egy 400 fős pici falu, nagyjából mindenki önellátó életmódot folytat, mezőgazdaságból élnek, mondjuk az év 3 hónapjában, amikor jó idő van. Ez az a nyári szezon egyébként, amikor mi is kint vagyunk. Egyébként pedig a többi időben mínusz 20-25 fokos hideg és tél van, tehát végülis a világ egyik legzordabb tája. Vidéke, ugye te már több ízben jártál ott, és még tervezel is menni, és te elkötelezett híve vagy a tudatos önkéntességnek. Ez mit jelent? Igen. Létezik nem tudatos önkéntesség? Nem mondanám ezt így, hogy nem tudatos önkéntesség, viszont azt hiszem, hogy nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ha oda megyünk és bármilyen munkát végzünk, azzal tulajdonképpen beavatkozunk egy helyi közösségnek az életébe, és nagyon oda kell figyelni, hogy az a beavatkozás, amit mi végzünk, az a lehető legkisebb mértékben legyen számukra kártékony. Azt gondolom, hogy egy fejlett európai országban élő ember azért úgy nehezen tudja beleképzelni magát mondjuk a Himalájában élő embereknek az életébe, az életmódjába. Ti mi alapján választotok, hogy választotok projekteket? Felméritek, hogy ott hogy élnek az emberek, és mik voltak ezek a projektek, amiket ezután választottatok? Igen, hát az a 3 hónap, amit mi kint töltünk, az egy nagyon kis pici része annak a munkának, amit egyébként végzünk, mert itt Magyarországon is egy ilyen elég hosszú előkészítő folyamata van a kinti projektek, illetve idén-nyáron elindult egy hosszabb kutató folyamat, amikor szépen végigjárjuk a helyi kis falvakat, felmérjük a problémákat, az adott időszakban felmerülő igényeket, és ezek alapján próbálunk végül is reflektálni az ottani helyzetre. Mik ezek a konkrét projektek? Ugye a legutóbbi munkád, kicsit nézegettem az interneten, hogy ez egy napenergiával működő háznak a létrehozása volt. Igen, hát ugye elég nagy probléma a fosszilis tüzelőanyagnak a hiánya, ez egy magas hegyi sivatag, és próbálunk egy olyan fenntartható építészeti szemléletet átadni a helyieknek, amivel megfelelő életkörülményeket biztosíthatnak maguknak mondjuk a téli időszakban. Ez azt jelenti, hogy passzív
ház technológiával működő épületeket építünk, végülis a nap energiáját használjuk fel a házak fűtéséhez. De akkor ez úgy néz ki, hogy ti oda kimentetek és megépítettetek egy ilyen házat? Igen, konkrétan? Igen. Ezek a házak, mint a kis Lego házak, téglánként épülnek fel, a kövek, a téglák, a gerendák, mindegyik. Hányan vettetek részt ebben az építkezésben? Körülbelül 20-an minden szezonban, de ez nyilván változik, erre rájönnek a helyiek, tehát mondjuk egy olyan 30-40 ember szezononként. Hogyan fogadták a helyiek, a helyi közönség ezeket a projekteket, illetve amiket ott megvalósítottatok? Mert ez egy dolog, hogy létrejött mondjuk egy ilyen ház, de aztán mi a sorsra? Ugye ezt használni is kell, és tudni is kell, hogy ezt hogyan lehet hasznosítani. Ebben van egy fejlődési folyamatunk. Az első ilyen épület egy kicsit furán viszonyult az első időszakban a faluhoz, nem nagyon tudták, hogy hogyan nyúljanak hozzá, úgy kezelték, mint egy ilyen kis hímes tojás. Aztán utána, ahogy ugye megszoktak minket, mi is megszoktuk őket, kicsit sikerült jobban beágyaznunk a projektjeinket, úgy a helyiek is kezdtek máshogy viszonyulni, és hát ma már azt mondhatom, hogy az ő részükről érkezik teljes mértékben a megkeresés és a felhívás. Egy missziós utaknak az egyik legnagyobb nehézsége talán az, hogy az önkéntesek mondjuk így pár hétig vagy hónapig kint vannak, és utána a helyiek pedig magukra maradnak. Ti ezt hogy oldjátok meg, hogy nélkületek is tudjanak boldogulni? Ez egy nagyon hosszú folyamat eredménye, és egyébként az alapítványnak egy célja is, hogy ne egy ilyen donor szerepben legyünk, hanem engedjük el a helyiek kezét. És ezért indult el szintén tavaly nyáron egy olyan folyamat, amikor a helyiekkel együttműködve az ő házaikon keresztül mutatjuk be ennek a technológiának az előnyeit és az alapjait. És ez így nagyon jól hangzik, hogy kitaláltok egy projektet, amire a helyieknek szüksége van, azt ott meg is valósítjátok, átadjátok a tudást, amivel tudják ezt használni, de valójában te személy szerint azért biztos, hogy nem volt ez ennyire egyszerű, tehát gondolom voltak azért nehézségek vagy akadályok, amelyek a munkád során felmerültek. A 4000 méteres átlag magasság az egy ilyen akadály, ahol az ember már nehezen vesz levegőt, és hát ugye egy teljesen más közeget kell elképzelnünk, tehát mint hogyha egy ilyen időkapszulában találnánk magunkat ebben a pici faluban, ez 2 hónapig kemény tud lenni, igen, néha. És hát az sem mellékes, hogy találkoztatok a leghíresebb tibetivel, a Dalai Lámával. Igen. Na ez igen, hogy történt? Erről mesélj egy kicsit. Hát ez egy ilyen teljesen mesebeli történet. A Dalai Láma híres arról, hogy nagyon közvetlen a híveivel, de ennek ellenére nem könnyű bejutni hozzá. És éppen ott a környéken tanított, és hát úgy voltunk vele, hogy hát most miért ne, megpróbáljuk. Megírtunk egy levelet kézzel, beadtuk a kis titkárának, és kaptuk a választ, hogy fogad bennünket. És miről beszélgettetek? Budapestről, arról, hogy már járt itt. Egyébként korábban az alapítvány már találkozott vele egyszer, 2011-ben, ha jól tudom. És hát nagyon vicces ember, meg tényleg olyan kisugárzása van, hogy hihetetlen. Bármilyen eddig is nagyon sokat tettetek az ott élőkért, de úgy tudom, hogy még készülsz, ugye? Lesz még következő út? Mikor lesz Igen. ez? Most nyáron szintén megyünk, én ilyen július eleje körül szeretnék kiutazni, de elég hosszú távra tervezek az alapítvánnyal, szóval nagyon kíváncsian várom, hogy mik lesznek a jövőben. Panni, nagyon szépen köszönjük, és hát sok sikert. Köszönjük szépen. Köszönöm. Köszönöm.